Sziasztok! Renáta tanítónéni vagyok, és másodikos matematika óránk lesz ma. Tegnap már tanultátok a kétjegyű számok osztását, a mai órán ezt fogjuk gyakorolni. Ismételjük át, mit tanultunk tegnap. Ugye, tegnap tanultuk a kétjegyű számok osztását, például 72 osztva 6-tal. Emlékezzetek csak vissza, hogyan is oldottuk meg ezt a feladatot? Mindig néztük az osztót. Ebben az esetben ugye az osztó 6. Ezért a 72-t fel kellett bontanunk, mégpedig úgy, hogy az osztónak a 10-szerese az 60. 60 plusz mennyi az 72, tehát 60 plusz 12 az 72. Innen leírtuk, hogy 60 plusz 12 osztva 6-tal. Alkalmaztuk az összeg osztásának a szabályát, vagyis az első összeadandót, a 60-at is elosztottuk 6-tal, és a második összeadandót, a 12-t is elosztottuk 6-tal. Ha ezt leírtuk, innen már nagyon könnyen ki tudtuk számolni, hogy 60 osztva 6-tal az 10, plusz 12 osztva 6-tal az 2, és 10 plusz 2 az 12. Tegnap már csináltunk olyan feladatot, amikor ezt a lépést átugortuk. Tehát nem írtuk le, hogy 60 osztva 6-tal plusz 12 osztva 6-tal, ma is fogunk ilyet is csinálni, de az elején, az óra elején még így leírjuk, hogy tudjátok, hogy begyakoroljátok. Na nézzük. Következő feladatunk egy cicás feladat. Minden cicának meg kell találnunk, melyik ágyon fekszik. Az első cica a 66-os száma van, és ő azt mondja, hogy az ő kosara a 6-szor kisebb szám. A 66-tól 6-szor kisebb szám, az 66 osztva 6-tal. Így tudjuk leírni, ugye? 66 osztva 6-tal, ezt nagyon könnyen ki tudjuk számolni, mert ugye 60-ban a 6 megvan 10-szer, és 6-ban a 6 megvan 1-szer, tehát 66 osztva 6-tal az 11. Tehát az első cicának az első lesz a kosara. Na nézzük, a középső cica mit mond. Ő azt mondja, hogy a 84-es szám az övé, és a 4-szer, az én számom 4-szer nagyobb a kosaramon szereplő számnál. Ezt hogy tudjuk kiszámolni? Úgy, hogy a 84-et elosztjuk 4-gyel. Hogyan tudjuk ezt elosztani? Ugye a 8-at, tudjuk, hogy 8-ban a 4 megvan 2-szer. Akkor 80-ban a 4 megvan 20-szor, és 4-ben a 4 megvan 1-szer. Tehát akkor a 84 osztva 4-gyel az 21. Tehát a középső cicának ez lesz a kosara. És a harmadik cica azt mondja, hogy az én számomnál 8-szor kisebb a kosaram száma. Ha 8-szor kisebb, akkor azt hogy tudjuk megkapni? Hogyan számoljuk ki? 96 osztva 8-szal. 8-szal osztunk, tehát hogy tudjuk fölbontani a 96-ot? Úgyhogy a 8-nak a 10-szerese 80, plusz mennyi? Az 96. Tehát 80 plusz 16. 80-ban a 8 megvan 10-szer, és 16-ban a 8 megvan 2-ször. Tehát a 96 osztva 8-szal az 12. És a harmadik cica kosara a középső kosár lesz. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Nézzük, jegyezzük le, majd számítsuk ki a hányadost. Az első feladatunk azt mondja, hogy az osztandó 75, az osztó pedig az 5-ös szám. Hogyan tudom ezt leírni? Nagyon egyszerű. 75 osztva 5-tel. Na most, azt, amit eddig tanultunk, hogy hogyan osztom el a 75-öt? Megnézem, melyik szám az osztó. Az 5 az osztó, tehát az 5-nek a 10-szerese az 50. Tehát az 75-öt úgy bontom föl, hogy 50 plusz mennyi az 75. Így igaz. 50 plusz 25, az 75,
osztva 5-tel. És ha már ezt idáig eljutottunk, innen már egyszerű a dolgunk. Alkalmazzuk az összeg osztásának a szabályát. Vagyis az első összeadandót, az 50-et is elosztjuk 5-tel, és a 25-öt is elosztjuk 5-tel. Tehát, ha leírtuk, úgy néz ki, hogy 50 osztva 5-tel, plusz 25 osztva 5-tel. Ez nagyon egyszerű, 50-ben az 5 megvan 10-szer, és 25-ben az 5 megvan 5-ször. Így 10 plusz 5, az 15. Nézzük a következő feladatot. Az osztandó a 6. tízes legkisebb száma, az osztó a 4-es szám megelőzője. Na, ez egy kicsit nehezebb feladat, kicsit gondolkodnunk kell. A 6. tízes legkisebb száma. Melyik lesz a 6. tízes legkisebb száma? Gondolkozz! Az 50, 1. És az osztó a 4-es szám megelőzője. Az pedig a 3. Így kaptuk azt, hogy 51 osztva 3-mal. Itt is ugyanaz a feladat, mint az előzőnél, hogy az 51-et föl kell bontanunk. Mégpedig, mivel 3-mal osztunk, ezért az egyik száma 30 lesz. Tehát 30 plusz mennyi? Az 51. Ügyesen kiszámoltátok. 30 plusz 21 osztva 3-mal. Innen már könnyű dolgunk van. Alkalmazzuk a összegosztásának a szabályát, vagyis az első összeadandót is elosztjuk 3-mal, és a második összeadandót is elosztjuk 3-mal, vagyis mit kaptunk? 30 osztva 3-mal plusz 21 osztva 3-mal. 30 osztva 3-mal azt tudjuk, hogy 10, plusz 21 osztva 3-mal. Mennyi 21 osztva 3-mal? Igen. 10 plusz 7, az 17, mert ugye 30-ban a 3 megvan 10-szer, 21-ben a 3 megvan 7-szer, és 10 plusz 7, az 17. És nézzük az utolsó feladatot. Ez is egy kicsit nehezebb. Az osztandó a legnagyobb kétjegyű szám, az osztó a legnagyobb egyjegyű szám. Gondolkozzatok, melyik a legnagyobb kétjegyű szám? Bizony, a 99. És melyik lesz a legnagyobb egyjegyű szám? Értelemszerűen a 9-es. És így kaptuk, hogy 99 osztva 9-el. Tehát a 99-et hogy tudjuk fölbontani, hogy el tudjuk osztani 9-el? Nagyon egyszerű. 90 plusz 9 osztva 9-el. És ha emlékeztek, tegnap mondtam, hogy ezt a részét átugortuk a példának. Nem kellett még egyszer leírni, hanem itt folytattuk. Oldjuk meg ezt a feladatot most úgy. Tehát 90 osztva 9-el az 10, plusz 9 osztva 9-el az 1, és 10 plusz 1 az 11. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Most pedig szöveges feladatokat hoztam nektek. Az első szöveges feladat egy tehénkéről szól, aki 7 nap alatt annyi tejet adott, amennyivel megtöltöttek 84 üveget. Hány üveget töltöttek meg naponta, ha minden nap azonos számú üveg telt meg? Nagyon egyszerű. Ha 84 üveget töltöttek meg egy hét alatt. Ezt már tanultuk, hogy egy hétnek hány napja van? 7 napja van. Tehát 84 osztva 7-tel. Itt is, hogy könnyen el tudjuk végezni az osztást, a 84-et föl kell bontanunk. Nézzük meg az osztót, az osztó a 7. Tehát akkor hogy fogom fölbontani a 84-et? Úgyhogy 70 plusz mennyi az 84.
Bizony, 84-et úgy osztjuk föl, hogy 70 plusz 14. 70 plusz 14 osztva 7-tel. Ugye? 70 osztva 7-tel plusz 17 osztva 7-tel. 70-ben a 7 megvan 10-szer, 14-ben a 7 megvan 2-ször, és így kaptam, hogy 10 plusz 2. Látjátok, itt is átugrottuk azt a lépést, nem írtuk le, hogy 70 osztva 7-tel plusz 14 osztva 7-tel. És 10 plusz 2, az 12. Tehát mi lesz a válaszunk? Hány üveget töltöttek meg naponta? 12 üveget töltöttek meg naponta tejjel. Nagyon ügyesen számoltatok. Következő feladatunk nagymama tyúkjairól szól, akik egy hét alatt 91 tojást tojtak. Hány tojást gyűjtött össze a nagymama naponta, ha minden nap ugyanannyi tojást talált? Gondolkozzatok, hogy tudjuk ezt kiszámolni? Úgy, hogy a 91 tojást mennyivel kell elosztanunk? Egy hét alatt. Az előbb mondtuk, hogy az egy hét, az 7 nap. Tehát 91 osztva 7-tel. Próbáljátok most egyedül fölbontani a 91-et. Bizony, a 91-et úgy tudjuk fölbontani ebben az esetben, hogy 70 plusz 21, mert ugye 7-tel osztunk. Tehát akkor ezt úgy tudjuk leírni, hogy 70 plusz 21 osztva 7-tel. Innen úgy számolunk tovább, ugye, hogy első összeadandó, nem kell leírni, csak elmondjuk. 70 osztva 7-tel plusz 21 osztva 7-tel. 70-ben a 7 megvan 10-szer, plusz 21-ben a 7 megvan 3-szor, és 10 plusz 3, az 13. Tehát, mivel ez szöveges feladat, válaszolnunk kell a kérdésre. Mi is volt a kérdés? Hány tojást gyűjtött össze a nagymama naponta? Innen már látszik a válasz, hogy nagymama minden nap 13 tojást gyűjtött össze. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Következő feladatunkba, szintén nagymama udvarába vagyunk. Tanítónéni csupa olyan feladatokat hozott, ahol a nagymama udvarába vagyunk. Nagymama udvarában 48 csipe kapirgál. Kiskacsából 3-szor kevesebb van, kispulykából pedig 4-szer kevesebb, mint csibéből. Hány állat van az udvarban összesen? Hát ez egy kicsit hosszabb, nehezebb feladat, mert így több információnk is van, és több mindent ki kell számolnunk. Első lépésben ki kell számolnunk, hogy hány kiskacsa van. Ha tudjuk, hogy a nagymama udvarában 48 csibe kapirgál, kiskacsából pedig 3-szor kevesebb van, akkor azt jelenti, hogy hogy számolom ki? Osztva 3-mal. Tehát 48 osztva 3-mal. Itt is a 48-at fel kell bontanunk, mégpedig hogy bontjuk föl? Nézzétek meg, mi az osztó. Ugye, ha 3-mal osztunk, akkor hogyan tudom fölbontani a 48-at? Igen, 30 plusz 18-ra. Tehát 30 plusz 18 osztva 3-mal. Innen ugye jön a szabály, hogy 30 osztva 3-mal az 10, plusz 18 osztva 3-mal. Hogy ne írjunk bele ide a csibékbe, ezért rövidítve átugorjuk azt a lépést, tehát ugye 30 osztva 3-mal az 10, 18 osztva 3-mal az 6, és 10 plusz 6
az 16. Tehát megkaptuk, hogy kiskacsából 16 van a nagymama udvarába. De ki kell számolnunk azt is, hogy hány kispulyka van. Nézzük csak a szövegbe, mit ír. Kispulykából pedig 4-szer kevesebb van, mint csibéből. Hány csibe van a mama udvarán? 48. Pulykából pedig 4-szer kevesebb. Ami azt jelenti, hogy ha 4-szer kevesebb, akkor osztanunk kell. 48 osztva 4-gyel. Hát ez kicsit könnyebb, ugye, mert 4-gyel osztunk, akkor hogy tudjuk fölbontani a 48-at? Ez nagyon egyszerű. 40 plusz 8 osztva 4-gyel. És innen akkor már nagyon könnyen ki is tudjuk számolni, hogy 40 osztva 4-gyel az 10, plusz 8 osztva 4-gyel az 2, és 10 plusz 2 az 12. Tehát kispulykából 12 van a nagymama udvarán. De az a kérdés, hogy hány állat van az udvarban összesen? Na gondolkozzunk, hogy tudjuk megkapni azt, hogy hány állat van az udvarban? Ugye tudjuk, hogy van 48 csibe, 16 kacsa és 12 kispulyka. Ha összesen keressük, akkor ezt összeadással tudjuk megkapni, tehát 48 plusz 16 plusz 12. Számoljátok ki ügyesen, hogy ez mennyi. Igen, nagyon ügyesek voltatok, ez 76. Tehát, ha válaszolni akarunk a kérdésre, 76 állat van a nagymama udvarában. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Nézzük a következő feladatot. 3 kotlós 36 tojást költ ki. Hány tojáson ül egy kotlós, ha minden kotlós alatt azonos számú tojás van? Tehát összesen 36 tojás van, és ugye 3 kotlós ül a fészkén. Hogy tudjuk megkapni, hogy hány tojáson ülnek? Úgy, hogy a 36-ot elosztjuk 3-mal. Itt is nagyon egyszerű a 36 felosztása, mivel 3-mal osztunk. Remélem, ez különösebb fejtörést nem okoz nektek. Tehát a 36-ot úgy tudjuk felbontani, hogy 30 plusz 6 osztva 3-mal. Innen, most nem fogjuk leírni, hogy 30 osztva 3-mal plusz 6 osztva 3-mal, csak a hányadosokat írjuk. Tehát 30 osztva 3-mal az 10, plusz 6 osztva 3-mal az 2, és 10 plusz 2 az 12. Tehát hány tojás van egy-egy kotlós alatt? 12 tojás van, tehát minden kotlós alatt 12 tojás van. Ugye nem is volt nehéz? Még mindig a nagymama udvarába vagyunk, ahol a tyúkok 5 nap alatt 85 búzaszemet, 60 kukoricaszemet és 90 rozs szemet esznek meg. Hány búzaszemet, kukoricaszemet és rozs szemet eszik meg egy tyúk egy nap alatt, ha minden nap ugyanannyi szemet eszik meg? Na nézzük, először számoljuk ki a búzaszemeket. Ugye itt vannak búzaszemek, kukoricaszemek, rozs szemek. Az a lényeg, hogy ki kell számolnunk először, hogy búzaszemből mennyi fogy. Ugye egy tyúk 5 nap alatt 85 búzaszemet eszik. Ha ki akarjuk számolni, hogy egy nap alatt mennyit eszik meg, akkor el kell osztanunk 5-tel. Tehát 85 osztva 5-tel. Szabályt már ismeritek, a 85-öt fel kell bontanunk. Mégpedig hogyan? Figyeld meg, 5 az osztó. Ha 5-tel osztunk, akkor a 85-öt hogy fogjuk felbontani?
Igen, 50 plusz 35. Tehát 50 plusz 35 osztva 5-tel. Innen már nagyon könnyen ki tudjuk számolni, hogy 50-ben az 5 megvan 10-szer, plusz 35-ben az 5 megvan 7-szer, és 10 plusz 7 az 17. Tehát azt már tudjuk, hogy búza szemből 17 szem fogy naponta. Nézzük a kukorica szemeket. Azt mondja, hogy a csúkó 5 nap alatt 60 kukorica szemet eszik meg. Akkor ezt hogy tudjuk kiszámolni, hogy 1 nap alatt mennyi kukorica fogy? Úgy, hogy a 60-at elosztjuk 5-tel. Itt is a 60-at fel kell bontanunk. Lehet, hogy ez egy kicsit egyszerűbb is még. 5-tel osztunk, tehát a 60-at hogy fogjuk fölbontani? 50 plusz 10. Tehát 50 plusz 10 osztva 5-tel. 50-ben az 5 megvan 10-szer, és 10-ben az 5 megvan 2-szer. Tehát 10 plusz 2 az 12. És még maradtak a rossz szemek. 90 rossz szem fogy 5 nap alatt. Akkor 1 nap alatt 90 osztva 5-tel. Próbáljátok a 90-et most egyedül felosztani, úgy, hogy 5 az osztó. Bizony, nagyon ügyesek voltatok. 50 plusz 40 osztva 5-tel. És innen nagyon egyszerűen ki tudjuk számolni, hogyha 50 osztva 5-tel 10, 40-ben az 5 megvan. Hányszor? 8-szor, és azt kaptuk, hogy 10 plusz 8, az 18. Nagyon ügyesen kiszámoltuk, hogy melyik szemből mennyi fogy. A kérdés az, hogy hány búzaszem, kukoricaszem és rossz szem fogy egy nap alatt. Hát, ha válaszolni akarunk, akkor azt írhatjuk, hogy egy tyúk egy nap alatt 17 búzaszemet, 12 kukoricaszemet és 18 rozsszemet eszik meg. És hoztam nektek még egy feladatot. A birtokon 42 bakkecske van. Anya kecskéből 3-szor kevesebb van, mint bakból, kecskegidából pedig 4-szer több, mint anya kecskéből. Hány anya kecske és hány kecskegida van a birtokon? Ezt kell kiszámolnunk. Nézzük, ha a birtokon 42 bakkecske van, anyakecskéből pedig 3-szor kevesebb. Ha 3-szor kevesebb, akkor el kell osztanunk. Tehát 42 osztva 3-mal. Ahhoz, hogy könnyebben ki tudjuk számolni, a 42-t fel kell bontanunk. Hogy bontjuk föl? Ha 3-mal osztunk, akkor a 3-nak a 10-szerese az 30, tehát 30 plusz 12 osztva 3-mal. Innen tudjuk, hogy 30-ban a 3 megvan 10-szer, 12-ben a 3 megvan 4-szer, itt egy kis hiba, és 10 plusz 4 az 14, igaz? 14. A kecskegidákból pedig 4-szer több van, mint anyakecskéből. Tehát akkor itt a tanítónéni ezt nem is jól csináltam, akkor 12-t szoroztam 4-jel, és 14-et kellett volna szoroznom 4-jel. Úgyhogy ezt inkább számoljátok ki házi feladatra. Nagyon ügyesen dolgoztatok, köszönöm a figyelmet, és kellemes hétvégét kívánok mindannyiatoknak!